Az Egy Mosolyért Közalapítvány általi kezdeményezés sok városlakót megmozgatott, családok sora vett részt a szervezésben. A gála fővédnöke Talabér Márta polgármester volt. Ne adjuk be a telepünket a sorsnak, mert ettől egészen elviselhetetlen lesz. Némelyek keveset tesznek bajaik ellen, és megkényszerezik azokat, mert nem képesek elviselni. Aki már ismeri magát, meggondolással pótolja gyöngességét. Az okos mindent legyőz, még a csillagokat is. Kedves Dávid, kedves jelenlévők! Balthazar Gracián idézetét kicsit átültetve Dávidra, a mai délutára, és arra az összefogásra, ami az elmúlt egy hónapban, én már rövid időn belül másodszor is megmutatkozott Várpalotán, azt kívánhatjuk Dávidnak, hogy ne adja be a derekát a sorsnak, és hiszünk benne, hogy mindent legyőz, a betegséget és a csillagokat is. A műsort fiatal tehetségek, előadó művészek, színművészek, valamint várpalotai táncosok adták. Az egész estés gálán felléptek a TV2 legutóbbi tehetségkutatójának döntősei Schwarz Dávid és Nádor Dávid, valamint az Eurovíziós Dalfesztivál résztvevője SS Viktória. Zenélt Mátrai Balázs gitárművész, színpadra léptek a Crystal Fitnessese és a Queen Dance táncosai, valamint musical és operett részletekkel a Pannonvár Színház művészei. Az est teljes bevételét, több mint 100 ezer forintot Pavlin Dávid gyógykezelésére ajánlották fel a szervezők. A gála műsorából készített bővebb összeállításunkat egy későbbi adásunkban tűzzük majd műsorra. Yeah!